2012. december 6-án első fokon lezárult az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány pere, a Jobbikos önkormányzat és a helyi iskola ellen. Az ítélet szerint a gyöngyöspatai Neccsei Demeter általános iskolában a roma gyerekeket származásuk alapján jogellenesen különítették el. 2014. október 7-én a fővárosi ítélőtábla jogerősen elmarasztalta a gyöngyöspatai önkormányzatot és a Pébezberg intézmény fenntartó központot. Egyúttal megállapította, hogy az elkülönített cigánygyerekek rosszabb minőségű oktatásban vettek részt. Az elkülönített oktatásban résztvevő gyerekek nevében a CFCF alapítvány kártérítési keresetet nyújtott be. Az első tárgyalásra 2016. február 3-án került sor. Bíróság ismertette a perben keletkezett eddig iratokat, az iratismertetés meglehetősen hosszúra nyúlt, hosszú a keresetlevél és hosszú ellenkérelmek is születtek. 63 darab felperesnek a kereseti kérelmét egyesével megvizsgálta, eddig a bíróság bizonyítás felvételről később fog dönteni, hogy milyen irányban, hová tart a per. A felperesek kereseti kérelméhez tartozó összegszerűség a szerint került megállapítást, hogy hány évet töltöttek szegélyvált osztályban. Jelenlegi kereseti kérelem összességében meghaladja a 200 millió forintot. Évente felperesenként a szegélyvált osztályban töltött évente 500 000 forint egyébként a kereseti kérelemnek az összegszerűsége. A következő tárgyalásra március 4-én kerül sor.